Második adásunkban go-kart ügyben szerettünk volna igazságot tenni. Melyik a jobb, az elektromos vagy a benzines? Körbejártuk, kérdeztünk, kipróbáltuk, profi pilóta is megmutatta, mit hogyan kellene, nekünk pedig dönteni kellett. Aztán egy Renault Kadjart kaptunk meg egy napra, hogy teszteljük. Viktor vezetett autóúton, pályán és terepen is, sőt az autó a parkolóban helyettünk ügyeskedett. Mindezek előtt azonban az Audi gyár szélcsatornáját mutatták be nekünk a szakemberek. Ez az a hely, ahol kiderül, hogy honnan jönnek a kocsiban a fura hangok, ha jönnek egyáltalán. Szélcsatornának egy ilyen backstage-ében vagyunk. Kicsit ilyen háttérnek tűnik ez a dolog. Itt mit rejtegettek? Itt gyakorlatilag látjuk magát a gépészetet. Hogy itt lenéztek, alul van a vizsgálóterem. A levegő gyakorlatilag úgy kering, hogy kijön alul a vizsgálóteremre, és itt jön föl. Ezek egy 30 kW-os fűtőregiszter részei. Ez is szintén a temperáláshoz kell, úgyhogy ha télen mínusz 10 fok van kint, akkor azért ezt a 20 fok körülit ezt tudjuk tartani. Ez egy automatikusan szabályozott rendszer. Mi az, amit itt elő tudtok állítani, ami mondjuk milyen sebességnek felel meg? 160 km/órás szélsebességet tudunk előállítani, ami a lenti kifúvón keresztül az 1 méterre álló autónál. Vagyunk a ventilátor teremben. Egy 250 kW-os villanymotor hajtja ezt az egyrétegű turbinát. Előtte és utána rezgéscsillapító, hangcsillapító berendezések vannak. Ez azért kell ennek a ventilátornak a több mint 100 decibeles hang szintjét annyira tudjuk csökkenteni, hogy lent már lehessen dolgozni. Mindenféle halláskárosodás nélkül. Hát azt látni fogjátok, hogy itt már egy 60 km/órás szélnél olyan turbulenciák lépnek fel az autó körül a falon, hogy gyakorlatilag minden elrepülne. Minden mérés mobil vezérlő eszközzel, ami így néz ki, az autóban ülve történik. Ez egy úgynevezett Einmann Betrieb, gyakorlatilag a kolléga, aki a mérést végzi, az kint beül az autóba, automatikus ajtón bejön, beáll az autóval, elindítja a panelin benne az autóban már, miután befékezte a programot, a ventilátor fölpörög, jön a menetcél, elvégzi a mérést, leállítja a panelen és kimegy. Tehát itt bent nem tartózkodik senki, egy ember az autóban. Azt mondta a kollégát, hogy el fogsz nekünk mondani mindent, ami a mérésekkel kapcsolatos. Az én kérdésem az volt, hogy mennyire kell itt az érzékszervekre hagyatkozni, illetve mennyire a műszerekre. Alapvetően az érzékszerveinkre hagyatkozunk, hiszen az ügyfeleknek sincsen semmiféle műszere. Amit ő zavarónak hall, azt próbáljuk mi füllel megkeresni. A műszerek segítségével pedig inkább a hiba helyet próbáljuk meg pontosan behatárolni. Betoltál ide egy ilyen kis, hát nem is baba, egy fej. Vál meg egy fej. Ez így van. Így van, ez egy anatómiailag leképzett embermodell. Itt található benne két mikrofon, illetve a fülkagylót is megpróbálta leképezni maga a gyártól. Ez egy korszerű mérőberendezés, szintén távirányítóval működik, és ezzel arra akusztikai méréseket tudunk végezni, tehát a zavaró frekvenciákat egy színképben, illetve egy diagramban meg tudjuk mutatni, illetve láthatóvá tudjuk tenni, hogyha valami pedig változott, akkor ezeket össze tudjuk hasonlítani, tehát ez egy objektív mérés, nem csak szubjektív.
ez egy iránymikrofon, amivel a zajokat szoktuk keresni, tehát rajtam van ez a fejhallgató, és akkor ezzel az iránymikrofonnal végighallgatom azokat a részeket, ami esetleg szélzajt okozhat. Először is bekapcsolom a ventilátort, hogy egy kicsit melegedjen, utána pedig ezt a kifúvót beállítom a megfelelő méretre. Tehát amilyen autóval beállsz, ide ahhoz tudod a magasságot állítani. Így van, pontosan, tehát most ez egy A3-as limuzin, illetve egy S3-as. Ezt a gombot megnyomva, szépen a kifúvó szépen a beállított értékre beáll automatikusan, ameddig nyomom a gombot. Meghatározom a szélsebességet. Általában ilyen autópálya tempónál szoktam kezdeni, 130. Itt pedig látom, hogy ez a forgózsám, amin az autó áll, az éppen milyen helyzetben van. Azért 100-nál lehet érezni, hogy itt valami van. A fizika működik, igen. Ez a 130. Így van, ez a 130, tehát ez az, amit az úton nem érez az ember, mert ugye halad a széllel szemben, tehát ott útegyenetlenségek vannak. Itt az autót a szél mozgatja. Aha. És amit most hallunk, az teljesen normális akkor. Így van, ez egy csendes autó. Ezen még tudunk ugye változtatni, amit menet közben szerettem volna megmutatni, hogy el tudjuk fordítani az autót. Tehát most megfogjuk és jobbra szépen elfordítjuk. Ez olyan, mintha én húznám egy kicsit a kormányt, egy jobb íves, enyhe jobb ívesben. Így van, pontosan. És közben cserélődött a két képernyő, tudom, hogy 130-al megyek, és van egy ilyen 15 fokos ferdeállásig el tudjuk tekerni az autót. Nem egy valós helyzet igazából, mert 130-as oldalszél az nem szokott létrejönni, de mégis egy olyan információt ad nekünk, hogy az autó minden tekintetben tömített, még ilyen helyzetben is. Tehát ez nagyon fontos. És utána egyszerűen visszaállítom nullára, hogyha ezzel a vizsgálattal meg vagyok. És ezután szokott az következni, hogy a maximális sebességen kipróbálom, amit maga a berendezés tud. Tehát ilyenkor felszoktam pörgetni 160 km/h, ezt egy percig tudja maga a berendezés, és úgy is meghallgatom az autót, hogy mit tud. Akkor nézzük meg ezt a csúcssebességet. Nézzük meg ezt a 160-at, és tapasztaljátok meg, hogy ez milyen érzés. Ez most pont olyan, mint amikor a repülőgép a kifutópályán neki indul. Hasonlít hozzá, igen. Nem nyom bele az ülésbe, de maga a kis széllökések, illetve a zaj az hasonló. Hogyha végez az egy perccel, akkor a berendezés automatikusan 140 km/h visszaáll, ott pedig végtelen végig tudjuk ellenőrizni az autókat, hogyha arra van szükségünk. Ez ugye nekünk azért jó, mert télen, nyáron, esőben, hóban mindig adott körülmények között tudunk egy véleményt alkotni az autóról és ellenőrizni azt, hogy minden rendben van és úgy van rendben, ahogy mi azt jóvá hagytuk. Visszavette szépen 140-re, tehát az előbbi sebességre. És ezt addig tartja, amíg azt nem mondom neki, hogy elég. És bármilyen sebességet be tudok állítani, tehát azt mondom, hogy 81, akkor a berendezés ugye tehetetlenségénél fogva szépen lefékez, és akkor 81 km/h sebességet tudjuk tartani. Alacsonyabb fokozaton ki szoktuk nyitni ugye a napfénytetőt, azt is leellenőrizzük, hogy ott nincs valami olyan eltérés, ami esetleg zajt okozhat nyitott napfénytetőnél, tehát egy ilyen városi üzemmódban. Akkor te most azt mondanád rá kapásból, hogy ez az autó ilyen szempontból tökéletes. Így van, tehát ez az autó minden vevői elvárásnak ilyen szempontból megfelel, és az ügyfelek elégedetten fogják használni, és nem fognak a szervizbe menni vele. Viktor, hogyha azt mondom Renault, akkor mi ugrik be? Franciák találékonysága, az extrém formák. Szerintem ez az autó pont egy olyan, ami most valami újdonság a Renault-tól. Legalábbis a kompakt crossover kategóriában a Kadjar nevezetű autó az, amit most ki fogunk próbálni. És hát meglátjuk, hogy az ütős néven kívül még mit tud hozzátenni a márka ehhez a kategóriához. Az autó formája az eléggé Renault-os. Ugye az a helyzet, hogy a
Qashqai nagyon közeli rokonának szánják ezt az autót, ami igaz is rá, de a látható dolgok azokat renaultították. Tehát az oldala az teljesen ezek a lekerekített formák, illetve ez a kis krómozott rész ott az ajtó alatt. Ez a design ez a Clio-val indult el, ha minden igaz, ami jelenleg is fut. Nagyon hasonlóak a hátsó lámpák rajzolatai is, de hát azért itt valamit kitaláltak pluszba, tehát nyilván egy kis sűjesztett részletek azért feldobják. Hosszabb is az egész egy jó pár centivel, mint a Qashqai, úgyhogy ebből nem következne mondjuk egyenesen, de most ennek az autónak az esetében így van, hogy a csomagtér is jóval nagyobb. 500 liter körüli, hogyha kinyitogatjuk, pakolunk bele sok mindent, akkor az jól jön, ráadásul egy karhúzással le tudjuk dönteni a hátsó támlákat. Most olyan 130 fölötti tempónál megyünk, mennyi a pillanatnyi fogyasztásunk? Hát az abban most emelkedőnél vagyunk, ilyenkor 8 literre felugrik, de olyan 6,2 körülire beállt. Ami elég barátságos, jó, nyilván egy kis köpcentis dízelmotorról beszélünk, ugye 1,5 literes. Renault ezeket nagyon tudja már gyártani, fejleszteni, úgyhogy ezek régóta teljesítenek már Renault-ban is és más koncentípusokban. Itt is szerintem pont elég, amit ad. Volt ez a hang, hallottad? Ez volt, igen, a sávelhagyás, úgyhogy ez be van kapcsolva, jó is, hogy figyelmeztet bennünket. Most például a középső felezőben, mert a sáv közvonalra mentünk rá, és ugyanaz az érzés és hang hatás, mint hogyha mondjuk egy autópályán ez a felfestés lenne, de nem, ez a hangszórókból szól. Jól gyorsul? Jó, kellemes. A motornak a nyomatéka, ami a 260 Nm, jól emlékszem, az azért itt kijön. Én mondjuk benzinpárti vagyok alapból, szerintem mondjuk az 1.2-es turbósnak is az a 200 Nm körüli nyomatéka az elég, de azért itt van az a plusz, amit hozzád, és elég egyenletesen adja le, tehát nincs az a hátba vágós élmény, viszont egyenletesen húz. Nem automata váltóval szerelt ez a gép, hanem egy rendes kézi váltóval, de automatában is ezt a változatot lehet majd kérni, én úgy tudom. Így van, mindegyik hadsebességes egyébként, ez a váltó egy nagyon jó váltó, főleg a gyártó termékei között azért kiemelkedik. Nyilván a hadsebességes automata az is egy jó párosítás lehet, mert ott egy kicsit azért már luxus érzete van az embernek egy ilyen autóban. A mai automaták viszont fogyasztásban nem hogy hozzátesznek, hanem inkább még kedvezőbbé teszik, gazdaságosabbá az autóüzemét. Én a nagyon túlcicomázott, túlgicses dolgokat nem igazán szeretem. Ez olyan szép letisztult, az anyagok is, amiket használnak, teljesen rendben vannak egy ilyen típusú és ilyen kategóriájú autóhoz. Nekem ez a varrás például nagyon-nagyon tetszik, ami itt végigfut. A műanyaggal sincs semmi gond, mert ízlésesen lett összerakva. A kijelzők ugye itt vannak gyakorlatilag a navigációhoz, illetve ez a rész, ami a navigációhoz használható, egy csomó mindenre jó. Ugye majd a parkolást, hogyha kipróbáljuk, az is ezen a kijelzőn látható, illetve ott, amit te látsz most jobban, a kormány fölött, a kilométerről és egyéb más dolog. Mozgó alkatrészek nem nagyon vannak, tehát gyakorlatilag minden digitális. Igen, LCD kijelzők mutatják még az üzemanyag szintet is, és a vízhőfokot, illetve egy olyan műszeregység van előttünk, ami hát egy első bóklászás után két dizájnnal ruházható fel, de valószínűleg erre le lehet tölteni úgynevezett skineket, és akkor amilyen kedvünk van, olyan műszeregységet állítunk be magunknak. Kipróbáltuk terepen a gépet, ez milyen volt? Erre tervezték? Hát ugye arra tervezik ezeket az autókat, hogy városba vagánykodjunk vele elsősorban, de ez a földutas
ez a határeset terep, ez még pont belefér. A próbán is jól teljesített, tehát azért annyival magasabb a hasa, hogy azért a füvek éppen csak szicirogatták, a fűszálak. De arra esély nem volt, hogy fennakadunk valahol, pedig voltak azért mély gödröcskék, amiket kerülgetni kellett. Igen, személyautó előbb rátapos az ember a fékre, ezzel még azért lehet küzdeni ezeket is. Egyébként ez első kerékhajtású, ez az autó. Van összkerekes is, de csak egy motorváltozattal, a 130 lóerős 1.6-os dízellel kombinálható. Olyan 6 és 9 millió között van egyébként az az ára, amivel majd megvásárolhatók lesznek ezek az autók. Természetesen itt is ugye a motortól és egyéb extrától függően. Mondjuk ez az autó, amit most tesztelünk, ez ugye ez a közepes motor és a jobbik felszereltség, sőt ez már a csúcs felszereltség, de egy nagyon jó kombináció, ez 7,5 millió környékén van árban. Elindítjuk az érzékelőt, és meglátjuk, hogy a rendszer talál egy merőleges parkolóhelyet. Igen, megtalálta. A rendszer most azt mondja, hogy kapcsoljunk egy hátramenetet. És akkor gyakorlatilag a kuplungot elengedem, és fölteszem a kezemet, hiszen ő maga elkezd parkolni. Ezt követhetjük egyébként a tolatókamerán, hogy ő mit csinál, de összesen be is tudunk avatkozni. De úgy látjuk, hogy pont be fogunk férni. Igen, most előre menetet fog kérni, most is gyakorlatilag nem fogom a kormányt, csak a kuplungot engedem. Az autó szépen előre menetbe jelzi, hogy most eddig a pillanatig menjek előre, majd kapcsoljuk ismét hátramenetet. Az utolsó simítások következnek, még korrigál a kormányon egy kicsit. Igen, és egy állj a vége. Körmére néztünk városban is, meg földúton is. Én, mint utas, azt tudom elmondani róla, nyilván ugye te voltál a sofőr, azt a részét te tudod elmondani, hogy nekem dizájnban belülről is, illetve az, amit utasként átélhettem benne, az nagyon-nagyon tetszik. Renault alapvetően kényelmes autókat alkot, ez megmaradt a Kadjar esetén is. Van egy komplexebb hátsó megoldás, amit a 4x4-es verziónál használnak. Azt most nem tudtuk tesztelni, de ez az egyszerű csatolt lengőkkel is jól teljesített. Szerintem a mi igényünket tökéletesen kielégítette, akár amikor földútra mentünk, akár a városba, a kátyus területeken, mindenhol jól teljesített. Az előítélet az nem szép dolog, ez pedig létezik a technikai sportok világában is. Nagyon sokan azt mondják, hogy az elektromos gokartokkal való autózás az nem mér fel ahhoz az élményhez, amit egy benzinmotoros gokart nyújt. Na most mi a saját tapasztalatok alapján akarjuk ezt vagy megcáfolni, vagy pedig megerősíteni. Mind a kettőt kipróbáljuk, és aztán véleményt mondunk majd róla, hogy először következzenek az elektromos gokartok. Az elektromosnak füst kibocsátása nincs, tehát kellemetlen illatok nincsenek, viszont mi van a hanggal, és ugye azért a sebességérzethez társul a hang is, sőt én azt gondolom, hogy a hang az fokozza is a sebességérzetet. Pontosan ezért fejlesztettük úgy az elektromos gokártokat, hogy lánchajtással
hajtjuk őket, aminek annyi hangja van, amennyien azt gondolom, hogy kell. Egy ilyen kis zümmögő hang, ami ráadásul arányos a sebességgel, tehát minél gyorsabban megy a gokárt, annál magasabb hangon lehet hallani a láncot, és ez ugyanígy van a gyerek gokártoknál és a felnőtt gokártoknál is. Ennek két oka van. Az elektromos motornak nagyon nagy az indító nyomatéka, tehát a bordás szíjjal és egyéb különböző szíjas hajtások azok sajnos nem bírják, ezért muszáj acélláncot használni a hajtásnál, viszont ami előnye van, hogy ennek van annyi hangja, ami kell egy járműhöz, hogy élvezhető legyen a hajtása. Az egészet onnan kezdtük, és úgy indult ki, hogy gyerekgokártokat fejlesztettünk. A gyerekgokártban most jelenleg három különböző méretű és teljesítményű kategóriánk van, egészen a 3 éves, körülbelül 100 cm magas gyerekektől a 10 éves juniorokig tudunk járművet adni, és a junior gokártból már a felnőttbe tudnak átülni. Mindenképpen a gyerekekre szerettünk volna fókuszálni, viszont beláttuk, hogy szükséges a felnőtt gokárt is, mert általában a szülők hozzák a gyerekeket, és nagy részint a szülők is kipróbálják az elektromos gokártot. Ezeket a felnőtt gokártokat mi Honda motoros 200 köbcentis gokártok voltak, és ezeket alakítottuk mi át elektromosra. A maximális teljesítmény szintje az elektromotornak ugyanannyira van beállítva a körülbelül 6 lóerőre, mint amit a Honda motor tudott. Ami különbséget vesznek észre a felhasználók is, és ezt tudjuk igazolni a fizikával, az, hogy nagyobb a motornak az indító nyomatéka, ezáltal a kanyarba egy kicsit jobban dobja a farát, kicsit nyomatékosabb, viszont a maximális teljesítmény ugyanaz. Ezen a pályán, ami most vagyunk, itt nagyjából olyan 45-50 km/h az elérhető maximális sebesség. Az itt látható gokárt az egy versenygokárt, elektromos versenygokárt természetesen, mint nálunk minden jármű. Durván 20 lóerő körüli teljesítményre van beállítva. Ez a gokárt ide egy kicsit már sok erre a pályára, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy falat ne érjünk vele, mert akkor sérül. Természetesen ezt egy nagyobb kültéri, tehát körülbelül egy 800 és 1000 méter körüli pályahosszúságú aszfaltos kültéri pályára találtuk ki. Igazándiból olyan 100 km/h körüli sebességnél érzi jól magát, tehát itt ez a pálya ennek a gépnek túl lassú. Viszont én azt gondolom, hogy egy komoly driftes és csúsztatós élményt ad, úgyhogy ezzel a teljesítménnyel ezen a pályán slick gumival igazándiból olyat tudunk autózni, mint hogyha jégen mennénk. Beérkeztünk a célba, egy teljes futamot mentünk, ami a 8 percnek felel meg körülbelül. Én a köridőmre nem vagyok olyan nagyon büszke, viszont arra igen, hogy sikerült a mezőn nyomába menni, a profik mögött, azok mögött, a srácok mögött, akik itt nap mint nap gyakorolnak. Viktor, neked milyen érzés volt ezt a gokartot vezetni, hát milyen élmények vannak? Igen, a középmezőnybe végeztem én is. Én korábban mentem már ezen a pályán, tehát kicsit csaltam, de akkor még másik volt az irány, és egy-két kanyar ív is megváltozott. Hát nagyon kellemes, hosszú kanyarívek vannak, úgyhogy ott vigyázni kell, mert kicsit olyan érzés van az embernek, mint hogyha jégen autózna, főleg ugye ezekkel az elektromos gokartokkal. Nagyobb gáznál egyből kitolja a fenekét az autó, úgyhogy
figyelni kell. A fék az nem annyira jó fok, mint nyilván egy közúti járművön, meg nyilván nem egy aszfalt. Ugye, tehát ez a burkolat, ez inkább ilyen csúszós autózásra van kitalálva. Nagyon oda lehet tenni, tényleg a féket azt el kell felejteni, és szépen a gázzal okoskodni, úgyhogy lehet neki tolni. Kigyorsításoknál ugye sokkal jobban oda kap, mint egy benzines gokart, hiszen ezt rögtön lehet érezni. A nyomaték azért odavág neki rendesen, lehet gyorsulgatni, jó is a pálya, úgyhogy nálam 10-ből 10 pont. Ja, és a másik, hogy ez is elég fárasztó, tehát igazi sportról beszélünk, mert azért mi, akik nem vagyunk hozzászokva nap, mint nap az ilyen pályasportokhoz, azért mi megéreztük ennek a hatását. Kíváncsi leszek majd a benzines körre is. Én is. Kipróbáljuk, aztán arról is véleményt mondunk. Ezek Kubi HK5-ös gokartok, Honda motorral, teljesítményük 9 lóerő, 270 köbcent is, és igazából ezeket így teremgokartozásra tervezték, hogy lenti pályákra. Ugye van gokartoknál is megvan, hogy kinti pályára is más kell, meg bentire is. Úgyhogy ezeknél annyira akkor a végsebesség nem fontos, hiszen itt nem jön ki. Hát körülbelül olyan 50 és 60 között van, de igen, ugye egy ilyen pályán nem jön ez ki. A pálya 560 méteres, a köridő az olyan 43-44, ami olyan amatőröknél olyan ideális, jónak számító köridő. Ugye te ezen a pályán már jó néhányszor mentél, neked mi a rekordod, illetve mi az abszolút rekord nagyjából? Az én rekordom az ilyen 40 körül van, az abszolút rekord pedig 39. Vége. Ennek ez a szépsége, hogy itt igazából csak a versenyzőn múlik az, hogy milyen eredményt tud elérni. És habár ez egy kicsit lassabb, mint egy versenygokárt, de attól függetlenül ugyanolyan nehéz vele gyorsan menni, hogy jó időt menni vele. Szóval ez egy relatív dolog. Aki gyors, az valószínűleg gyors lenne egy másik autóval, vagy másik gokárttal is. Mi a titka annak, hogy gyorsan lehessen menni egy ilyen géppel? Alapvetően kettőféle hiba van. Van, aki egy kicsit bátortalan az elején, ő egyszerűen lassan megy. És van, aki inkább egy kicsit próbálja túlvezetni ezeket a gépeket, kicsit túlerőltetni. Pedig ennek az a titka, hogy mekkora sebességet tudsz átpönteni egyik kanyarról a másikra, és sokszor, hogyha lassabban mész be, sokkal gyorsabban jelent kifelé a kanyarból, és sokkal nagyobb lendületet tudsz megtartani. Tehát az totálisan rossz, amit mondjuk én csináltam, hogy nyomom tökig a gázt, és aztán kitolja a hátulját, úgy sokkal nehezebb egyenesbe hozni és újra kigyorsítani. Látványosabb, de biztos, hogy lassabb. Ez a pálya mennyire ismerős neked? Mentem már sokat itt relatív. Ismerem a pályát, egész jó tapadás van, újszerű gépekkel, úgyhogy szerintem lehet rajta gyorsan is menni.
nem olyan, mintha most szálltunk volna ki a gokartból, nem kell eljátszani, mert tényleg most értünk be a célba, egy 20 percet mentünk, nekem nagyon megterhelő volt, nem tudom, Viktor, te hogy érzed? Igen, 20 perc, ez bőven elegendő, főleg az előtte az ebéd az így kellemesen helyre került, de egész jó időket mentünk, tehát ilyen, hát a helyeket azért nem tudtuk megverni, de én megközelítettem egy 1 másodpercre. Az élvezet az hihetetlen, nagyon dobál a pálya, nagyon hosszú, nagyon technikás, ez a szinteltolásos megoldás, ez ad egy plusz élményt. Hát ennyi idő alatt azért nem tudtuk megtanulni, de azért egész jól most már. Ha még egy ilyen 20 percnél már lehet, hogy valami időrekordot is tudnánk dönteni. Én azt mondom, hogy fizikálisan nagyon komoly igénybevétel egy ilyen 20 perces verseny. Én nagyon-nagyon élveztem. Itt tényleg jó az, hogy van zaj, van egy kicsit szaga a dolgoknak, olyan nagyon autóversenyes. Azt szokták mondani, hogy a legszánalmasabb kritika az, amikor valaki húzódozik attól, hogy igazán véleményt mondjon. Én nem tudom egyikre se azt mondani, hogy sokkal jobb lenne, mint a másik. Tényleg 10 pontos. Hát a legnagyobb különbség az, hogy míg a gokártnál a gázpedál lenyomása pillanatában az összes nyomaték rendelkezésünk áll, ezért aztán könnyen pörög össze-vissza az ember. Itt van az a kis idő, amíg felpörög a motor, nyilván viszont fordulatszámnál talán egy picit erősebbnek tűnik, de ugye ez azonos pályán kellene a két járművet összehasonlítani. Az lenne az igazi döntő ítélethozásra megfelelő helyszín és módszer. Talán majd legközelebb megpróbálják ezt is megoldani. Hát, hogyha egyet kellene mondani, muszáj lenne a kettő közül, akkor kinek adnál a pontot? Nekem az elektromos felé húz már a szívem. Nagyon sok ilyen járművel találkoztam, saját építésűvel, meg a gokartokat is többet használtam, tehát én neki adom inkább a pontot. Szerintem ez így igazságos, mert én meg a benzinesnek nyilván azért, mert az én szívem meg errefelé húz, én ezt többször próbáltam. Egy-egy, megegyeztünk.